jsme přijeli s představením 1914, což je představení... Az 1914 című darabbal érkeztünk Budapestre, Robert Wilson rendezése. Ez az előadás az első világháború századik kitörésének századik évfordulója alkalmából készült. Számomra elsősorban arról szól, hogy mit művel a háború a kisemberrel, akinek el kell szenvednie a nagyobb csatározását, és kiben milyen nyomokat hagy, mennyire taposan tiporja meg az embert, és hogy tud ebből az egészből a végén, ha szerencséje van, talpra állni. Nagyon nagy öröm számomra, hogy vele dolgozhattam, el kell, hogy mondjam, ez a második alkalom, hogy együtt dolgoztunk. Nem tudok többet mondani róla, azt hiszem hangsúlyosabban nem tudom elmondani, hogy ki ő, mint hogy egy nagyon érzékeny és egy rendkívüli tehetségű rendezővel állunk szemben. Ennek nekedben nyilván oroszlán része van, hogy ez az előadás ide eljött. Paradox helyzet, mert mi tulajdonképpen ebben a darabban nem vagyunk partnerek, nem találkozunk a színpadon, és mégis úgy érzem, hogy az ő lénye belengi az egész színpadot. Iszonyúan boldog vagyok, hogy itt lehetek ebben a színházban, hogy egyáltalán, hogy eljöhetett a társulat Budapestre. Imádom ezt a helyet, boldog vagyok, ez a színház gyönyörű, és bár nem tudom, hogy milyen darabok mennek itt, de valahogy mégis a levegőből azt érzem, hogy itt remek társulat dolgozik, nagyon jó repertoárral, és egyszerűen csak hálás vagyok azért, hogy itt lehetek, itt játszhatok, ezért neki mindenképpen hálás vagyok.